Tisztelt képviselőtársaim! Egy költségvetés nem pusztán számok halmaza, hanem mindig egy tükör. Annak a tükre, hogy egy adott közösség hogyan gondolkodik a közösen megtermelt javak újraosztásáról. Miből kívánja megteremteni az újraosztható javakat, és azokat hogyan kívánja elosztani? Mit tart fontosnak, mit tart támogatandónak, illetve mi az, amin spórolni akar? Kire rak nagyobb terhet, és ki az, akin segíteni akar? Magyarország 2018. évi központi költségvetésénél a Fidesz is megmutatta, hogy mit akar. Megmutatta, hogy hogyan gondolkodik a magyar társadalomról, és hogyan kívánja a saját hódudvara számára megszerezni a közösen megtermelt állami javakat. A költségvetés vitája során többszörösen is bebizonyította, hogy ez az igazságtalanság és a korrupció költségvetése. Igazságtalan, mert a Fidesz a gazdagokat jutalmazza, a szegényeket bünteti. Igazságtalan, hogy a Fidesz a gazdagok adócsökkentését a kiskeresetű dolgozó emberekkel fizetteti ki. Igazságtalan, hogy a gazdagoknál évente 400 milliárd forint adócsökkentés hagy a Fidesz, miközben megszüntette a minimálbér adómentességét, és 27%-ra növelte az áfát. Igazságtalan, hogy a munkabérből élők, és különösen a kisebb keresetű dolgozók adóterhei 2018-ban is a legmagasabbak közé fognak tartozni Európában. De igazságtalan a közös torta elosztása is. Mert a Fidesznek fontosabb, hogy a közpénzek a haveroknál, Matolcsinál, Habonynál, Garancsinál, Mészárosnál, Tiborcoknál, Balogádomoknál maradjon, veszítsék el közpénz jellegét, mint hogy elegendő pénz jusson az egészségügyre, az oktatásra és a szociális területre. Ráadásul annak ellenére, hogy az elosztható pénz többlet 2010-hez képest mégis kevesebb jut belőle az állam valódi feladataira, mert a Fidesznek stadionok kellenek, meg propaganda, meg soha meg nem térülő atomerőmű. Erre mondjuk, hogy ez a korrupció költségvetése, hiszen az erre fordított 100 milliárdok így veszik el közpénz jellegüket Rogán, Orbán és a kormánytagok más közeli ismerőseinél. Tisztelt képviselőtársai! Az emberek többségének tehát a 2018-as költségvetés semmilyen reményt nem fog adni, folytatódik az ország lerablására épülő, a Fidesz közeli vállalkozóknak és családtagoknak súlyos milliárdokat számolatlanul nyújtó kormányzás. A Fidesz 7 éves kormányzásának következtében nagyobb lett a szegénység, egyre többeket fenyeget a lecsúszás veszélye. Mára már létminimum alatt él a teljes lakosság több mint egy harmada. Ez sokkal több, mint ami 2010 előtt valaha is volt, akár a válság éveiben is. Önök az út szélén hagyják ezeket az embereket, nem segítenek rajtuk. A Fidesz 7 éves kormányzásának következtében Magyarország versenyképessége is brutálisan romlott. Egyetlen év alatt, 6 helyet rontva, a soha nem látott 69. helyre került Magyarország a Világgazdasági Fórum versenyképességi ranglistáján. Leszakadunk nem csak az EU magjától, de a visegrádi országoktól is, és ennek egyik legfőbb oka a kormányzati működés és a korrupció. Miközben látható, hogy ha a különutas politikájuk miatt Magyarország nem jut hozzá 2020 után újabb EU-s forrásokhoz, Magyarországra megszorítások várnak, stagnálás és súlyos lemaradás a szomszéd országoktól is. De az is elmondható, hogy a Fidesz 7 éves kormányzásának eredménye az oktatási rendszer lezüllesztése. Nem csak a jelenben van bajban az ország versenyképességével, hanem a jövőben is az lesz, hiszen a legfrissebb 2015-ös felmérés szerinti PISA jelentés alapján minden negyedik gyerek funkcionális analfabéta, és az iskolarendszer konzerválja a társadalmi különbségeket. Ez hozta az urizáló fideszes elit oktatáspolitikája. Éppen ezért érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a Fidesz arányaiban egyre kevesebb pénzt költ az oktatásra, és egy gyermek sorsát már az megpecsételheti, hogy gazdag vagy szegény családba születik. Ez számunkra elfogadhatatlan. Mi abban hiszünk, hogy minden magyar egyenlő és egyenlő esélyeket kell kapniuk, hogy a tehetség kibontakoztatását ne lehetetlenítse el a család szegénysége. A Fidesz 7 éves kormányzásának eredménye, hogy rendszer szintű problémák vannak az egészségügyben is. Mert például hogy van az, hogy vannak milliárdok propagandára, de rendes kórházi takarításra nincs? Hogy van az, hogy akár 4000 ember is jut egy házi orvosra, mert nincsenek betöltve a praxisok? Hogy van az, hogy nincs elég pénz gyógyszertámogatásokra? Hogy van az, hogy csak ígérgetések vannak az egészségügyi dolgozók béremelésére, de ezt nem akarják betartani?
Mi azt várnánk el a költségvetéstől, hogy a magyar emberek adóforintjaiból az állam tisztességes egészségügyi ellátást biztosítson, amely magába foglalja az egészségügyi dolgozók munkájának tisztes anyagi elismerését is. Mi azt vártuk volna tehát, hogy önök ilyen elvek mentén alakítsák ki a jövő évi költségvetést. De nem ez történt, hiszen önök az igazságtalanság és a korrupció költségvetését hozták az országgyűlés elé. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat vitája során tehát világossá vált, amit előzetesen is mondtunk, hogy sem a szegénységgel, sem az oktatással, sem az egészségügyel semmit sem akarnak kezdeni, a rászorulókat cserben hagyják, a rendszer szintű problémákat pedig nem kezelik. Az igazságtalanság és a korrupció költségvetését így nem lehet elfogadni. Éppen ezért az MSZP képviselőcsoportja olyan módosító javaslatokat nyújtott be, amelyek felismerik a problémákat és valóban képesek azt megoldani. Ennek keretében összesen 750 milliárd forintos költségvetési átcsoportosítást javasoltunk annak érdekében, hogy több pénz jusson az egészségügyre, az oktatásra és a szociális területre. Tisztelt kormánypárti képviselőtársaim! Sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy mind a költségvetési, mind a népjóléti és az összes többi bizottság előtt is elutasították javaslatainkat. Ezzel megakadályozták, hogy a szociális támogatásokra, a családtámogatásokra, a szünidei étkeztetésre, szociális bérrakásrendszer beindítására, méltányossági nyugdíjakra és a kivételes rokkantsági ellátás emelésére 258 milliárd forinttal többet fordítsunk. És bizony megakadályoznák, hogy a gazdasági válság idején kényszerűségből megszüntetett 13. havi nyugdíjat visszaadják a nyugdíjasoknak most, hogy a válság elmúlása az uniós forrásoknak hála a beinduló gazdasági növekedés megteremtette lehetőséget, hogy azt az országgyűlés visszaadja. A módosításokból jól látszik, hogy ez nem növelné a költségvetési hiányt, a Fidesz fölösleges beruházásai bőven elég Fidesz fedezetet biztosítanának e célra is. Ne felejtsük el, hogy Dömötör államtitkár úr itt azt harsogta, hogy egy fideszes képviselő sem szavazta meg a 13. havi nyugdíj válság miatti megszüntetését. Tisztelt képviselőtársaim, a mai nap folyamán bizonyíthatják ezt a következetességet, amikor a fenntartásoknál döntünk a 13. havi nyugdíj újbóli bevezetéséről. Kormánypárti képviselőtársaim, azt sem szabad elfelejteniük, hogy ezeken felül azt is meggátolták, hogy 250 milliárd forintot csoportosítson át az országgyűlés az oktatás területére, a pedagógusok béremelésére, az egyetemek és főiskolák nagyobb támogatására és a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programokra. Kormányuk egyik legsikertelenebb területén, az egészségügyi szektoron sem engedik, hogy bármelyik probléma megoldásra kerüljön. Pedig az általunk javasolt plusz 240 milliárd forint az egészségügyi dolgozók béremelését, a mentődolgozóknak megígért juttatásokat és a gyógyszerkasszát bővítette volna. De nem, önök ezt is megakadályozták. Pont akkor, amikor kiderült, hogy egyetlen rezidensnek kell ellátni egy teljes északi ügyeletet, mert egész egyszerűen külföldre kényszerülnek a magyar orvosok és ott dolgozók. Ami a legmeglepőbb, hogy még onnét is elveszik a plusz forrásokat, ahol az a benyújtott javaslatban még szerepelt. A Költségvetési Bizottság elnökeként arról kaptam levelet Handó Tünde elnökasszonytól, hogy a benyújtott számok 15%-os bírói illetményemelést tesznek lehetővé, miközben önök csak 5%-ot akarnak adni. A megoldásuk erre mi volt? El kell vonni gyorsan a pénzt. A sajtó ezt úgy értelmezte, hogy idézném, csuklóztatják a bíróságokat, és mindez az érintetteknél is igen rossz visszhangra lelt. Módosító javaslatomban ezt a helyzetet próbáltuk orvosolni, természetesen ezt is elutasították. Pedig szeretném felhívni a figyelmüket, hogy minden javaslatunknak a fedezete megtalálható az igazságtalanság és korrupció költségvetésében. Csak azt önök propagandára, atomerőműre, közmédiára, stadionokra és presztízs beruházásokra fordítanák, a magyar adóforintokat a nyugdíjasok, a szociálisan rászorulók, a gyermekeink, a pedagógusok, az orvosok, az ápolók vagy a mentősök helyett. Tisztelt képviselőtársaim! Összefoglalva az eddig elmondottakat, az igazságtalanság és korrupció költségvetésében jövőre is 100 milliárdokat költenek teljesen felesleges és elhibázott luxusberuházásokra, miközben a pénznek a szociális területben, az oktatási és egészségügyi szektorban lenne a helye. Ezért az MSZP a benyújtott módosító javaslataival biztosítaná a rászorulók, a tanárok és orvosok, ápolók és az igazságügyi alkalmazottak jogos elvárását.
Az MSZP fenntartja azon véleményét, hogy a 2018. évi költségvetés így ebben a formában elfogadhatatlan. Kérem, hogy a határozathozatalok során támogassák az általunk fenntartott módosító javaslatokat, máskülönben ez megmarad az igazságtalanság és a korrupció költségvetésének. Köszönöm szépen a lehetőséget!